1300 milliárd forint mesés vagyon Magyarország leggazdagabb emberének, Csányi Sándornak még negyedennyie sincs a becslések szerint. Az ország 10 leggazdagabb emberének összesen nincs akkora vagyona, amennyi pénz fölött Kósa Lajos rendelkezhetett egy közjegyzői okirat szerint. A Magyar Nemzet írta meg, hogy az Orbán kormány tárca nélküli minisztere 2013. január 28-án kötött szerződést valakivel. A közjegyzői okirat szerint azzal bízták meg Kósa Lajost, hogy a pénzből magyar állam kötvényeket vásároljon. A miniszter felhatalmazást kapott arra is, hogy a számláról pénzt vegyen fel vagy átutaljon. Kósa Lajos egy mai sajtótájékoztatón elismerte, hogy létezik az okirat, de azt mondta, egyetlen fillérhez sem nyúlt. 2012 őszén keresett meg egy csengeri, egyébként háztartásbeli hölgy, egy ügyvéddel és egy sor hivatalosnak látszó dokumentummal arról, hogy ő Németországból az édesapja halála után nagyon nagy összegű örökséget kap majd. Ezzel kapcsolatban azt kérdezte tőlem, hogy mit gondolok, hogy mit kellene ezzel csinálni. Kósa Lajos azt mondta, a vagyonos hölgynek azt tanácsolta, fektesse a pénzét magyar államkötvényekbe, illetve támogasson Kelet-Magyarországon munkahelyteremtő beruházásokat. Kérdezte, hogy miután ő ebben nem járatos, én tudnék ebben neki segíteni, azt mondtam a legnagyobb jó hiszeműséggel, hogy természetesen, és ennek kapcsán keletkezett az az irat, amire most önök hivatkoznak. A miniszter arról is beszélt, hogy végül semmi nem történt, személyes haszna nem származott az ügyből, sőt 2016-ban arra jött rá, hogy valószínűleg az örökség nem is létezik. Az egész, ahogy Kósa Lajos fogalmazott, szélhámosság. Karácsony Gergely, az MSZP párbeszéd miniszterelnök jelöltje szerint Kósa Lajosnak távoznia kell a közéletből. Amit a miniszter előadott zavaros magyarázkodás, az senkit nem győz meg arról, hogy itt nem valamilyen elképesztően korrupciós ügy környékén szimatolunk. Az elkövetkező napokban azt gondolom, hogy ennek ki kell derülnie, vagy egy elképesztő nagy szélhámosan állunk szemben, és most én Kósa Lajosra gondolok, vagy pedig egy elképesztő nagy gengszter. Kósa Lajos azt mondta, nincs oka rá, hogy lemondjon. Pénzt nem kapott, arról meg nem tehet, hogy találkozott egy szélhámossal.